Amikor általában azt mondtam előtte, hogy fényképi után dolgozok, például mostan citromokat festek, itt van a installációm, szóval akkor fogok három citromot, vagy két citromot, vagy általában egy narancsot hozzárakok, hogy a színe komplikált legyen. Én szívesebben dolgoznak természet után, de mivel a fény mindig változik, és hát a citromok nem mozognak, de az élő modell az mindig mozog, úgyhogy amit csinálok, hogy lefényképezem a témákat. Például ez egy citromok, egy kicsit befestettem, hogy ne nézzem tisztára ki egy citromoknak. Amikor lefényképezem őket, akkor napfényel, nem artificiális elektromos fényképen. Itt van egy szép ablakom terasszal, úgyhogy gyönyörű fény van. Csomó fényképet veszek róla, közelről, messzeről, szóval minél több a dokumentáció, ilyen apróság, a detályokról is sok kép kell, hogy fel tudjam használni a kép a festményhez. Akkor, hát mikor megvannak a diapozitívemet, akkor mondják magyarul, hogy diapozitív, szóval akkor ezen a asztalon megvizsgálom őket szemüveggel, mert már nem látok kitűnően. Itt van, ezek mint citromok, csinálok legalább 100-at belőle, közelről, meg másfajta kompozíciókkal. És hát vagy fel tudom használni, vagy nem tudom felhasználni. Általában fel tudom használni, mert jobb fényképész vagyok, mint régen. Régen nagyon sokat ki kellett dobni, most már kevesebbet. És hát utána, amikor körülbelül tudom, hogy mik a legérdekesebbek, akkor megnézem a vászlon, szóval akkor rávetítem a képeket, a diákat a vászlonra, hogy lássam, hogy milyen nagyra csináljam, vagy mi a benyomás. Kicsit körülrajzolom, nem akarok rajzolni, mert a festészet és rajzolás az két különböző dolog. Utána a diapozitívat erre a, mutatom, egy, nem egyenesen a vászlonra fest, vagy projektálom. Na, hát kezdjük ebben, akkor általában így csinálom. Egyik szememet be kell, hogy csukjam. Itt látom a technikai, ami fontos, hogy összes apró részleteket tisztán lássam őket. Mert így nem kell az igazi citromra ránézem, hanem van egy kitűnő dokumentem. Hát ezek nem rosszak, utána. Mondjuk egy citromos vagy narancsos képet emellé teszünk, akkor te érzékeled, hogy sokkal jobb a technika? Tehát mondjuk az, hogy te érzékeled, de meg mondjuk, hogy hát, egy kívülálló tudja érzékelni. Hát a kiválító az nem tudom, hogy lássa a dolgokat. Hogy én tudom érzékelni, az persze. Hát két dolog teszi a technikába az értelmet. A minél jobban és minél gyorsabban. Ha elérek egy pontot, hogy a minőség, szóval jó, amit akarok, azt elértem, akkor ugyanazt próbálom csinálni, de gyorsabban. Úgyhogy akkor megint új kísérlet kell. Minden, mindig kísérletez. Sokszor ugyanaz a képen már van többfajta kísérletez, mint például ezen. Mindig. Szóval a megelégedés az nincs, nem létezik. Hát az a jó, hogy csinálja, hogy mindig. De ami érdekes, hogy a technika, az összes gondolatom, az összes gondom, mondhatom, az csak technikai kérdés. A minden, ami szellem, meg ami a utavégre a másoknak fontosabbnak tűnik, mint a technika, ami a képen van, az mind magától jön utána. Ha rossz a technikám, akkor a témákat más, akkor más témáim vannak, mert akkor kell azt a amivel nem vagyok megelégedve a technikai szempontból, a agresszívabb témákkal azt egyensúlyozni. Nem tudom, hogy jól kimagyarázom. Szóval, és mondjuk azt tudom, hogy nem lóverseny, de ugye mondtad, hogy egyre gyorsabb vagy. Tehát mondjuk, hogyha folyamatosan festenél egy ilyen képet, akkor ez mennyi idő lenne mondjuk ma megfesteni? Ma megfesteni? Hát sokszor mondom, hogy nekem... Manapság, úgy értettem ezt. Hát az nagyon sok, nagyon változik. Ha egy problémát van a képen, már csak a kompozíción, akkor
akkor aránylag sok idő, mert újból kell, hogy ráfessek, vagy kell, hogy valamit kitaláljak, hogy stimmeljen, akkor újból a diapozitívakba keresem, hogy tudjam megváltoztatni. De a probléma az akárhol lehet. Így, ahogy ez van, ez egy nap. De még tegnap előtt, vagy más vászon festettem volna, mert hét. Szóval hétbe került, most aztól ezt fehér vászonra festettem, ami már 20 év óta nem festettem fehér vászonra. Sokkal gyorsabban megy. De utána nem tudom, hogy lehet utána lassabban megy, mert erre még rájön egy csomó szín, hogy mutatom, egy felelet, a kus felület, és hát utána jönnek az igazi téma, az mindig az utolsó pillanatban jön, mikor szétbontom a citromot, mikor az egészet valahogy sokkal ilyen szubjektív interpretációt rakok rá, de hát így nagyon klasszikusnak néz ki a kép. Szóval nincs egy arancszabály. Általában egy festmény, az minimum egy hét, maximum két hónap. Attól függ, milyen nagy. Én ilyen fényel dolgozok, szóval egy kicsit erősebb. Akkor van erről több fényképen. Egy kicsit messzebbről. Ez, bocsánat, ez semmi. Általában veszek sötétebbet róla, világosabbat, akkor közelről. Ezért egy bizonyos probléma ezek a sok diapozitívek. Ez más, de ez csak azért nézem, hogy a lent hozzám. Ez ugyanaz. Szóval ezek a citromok, amit előbb mutattam, csak egy narancs van. A narancsot megtartottam tisztán, mert másképpen nem csináltak volna nekem narancslevet. Egyetlen, ami marad belőle. Eleinte nekem kell, hogy legyen a téma. A téma az a dolgok, amik a képen van, vagy a fényképen, ami végre úgy kezdődött, mint egy konkrét csendélet. És utána csinálok belőle valamit, szóval dolgokat leveszek, rá bizonyos helyen rárakok. Az elég ritka, nagyon ritka, hogy tényleg ugyanaz megmaradjon a festményen, mint a képen, szóval a fényképen, meg mint ugyanaz, mint a csendélet, a modell. De akkor is az apróságot, azt mindig kiképzelem. Szóval a citromnak az a kis apró, ahogy a festék lecsúszik, meg ez tisztára más lesz, utavére, mert ez egy cipődoboz, ami itt van. A cipődobozat nem festek, úgyhogy valami más, nem tudom, lehet, hogy fát csinálok belőle, vagy követ, vagy semmit, vagy nem tudom. De a hangulat fontos. Ami fontos, hogy ott legyen a hangulat, és hogy igaznak tűnjön. De hogy ez fa lesz, vagy papír, vagy kő, az ha a hangulathoz megfelelnek, annál jobb. Másképpen. Ami fontos, hogy ne citrom legyen belőle, nem egy narancs, nem egy csendélet, hanem egy világ. És ez a kép most hogy állt? Hát most vannak még olyan részletek, amit ki kell dolgozni, hogy hát utána még elroncsod? Ezen csak egyetlen egy alap festék van. Erre jön még legalább három felel, felület, akkor az apróságot ki lesz dolgozva, az mutatnám egy negyed, vagy negyedik felület. Akkor jönnek mindenhova rakok ezeket a fehér színeket, akkor azt is mutatja az ember egy felület. Minél több felületet rak az olajfestészetre, mivel az mindig átlátszó, annál mélyebb. Szóval, hogy mondhatom, tényleg egy világot kell építeni belőle. De így, ahogy van, hát ez egy utavére egy fénykép, egy kézzel csinált fénykép ebben az állapotban. De képből nem lesz egy fénykép.